nyílászárók és teraszfelületek találkozásánál, itt most jelesetben egy fateraszról van szó, mindenképpen szükséges a küszöbök környezetében valami vízelvezetést adó réteget, szerkezetet kialakítani. Ez most jelen esetben egy folyóka organizott acélráccsal. Ez azért van erre szükség, mert ez a padlósik, a külső terep és a belső padló között nagyon kicsi a különbség. Tehát nincs meg az előírásos 45 mm-es vízküszöb, vagy akár nagyobb. És ezt úgy lehet megoldani, hogy lefelé oldjuk ezt meg, tehát hogy a hó vagy nedvesség rögtön a felület alá jusson. Tehát itt most jelesetben a fa felület alá jusson, és ne tudjon bejutni a belső padlón, vagy padlót áztatva a küszöbön keresztül. Mert ha itt egy nagy hókupac van, akkor ez könnyedén be tudna menni, amennyiben nincs itt ez a rács. Tehát a küszöbök környezetében javasolt folyókát, rácsot, valamilyen olyan szerkezetet kialakítani, ami nem engedi a havat és a vizet a küszöbön túljutni a belső térbe.